Gulyás Gergely a miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi kormányinfón bejelentette, a benzin és élelmiszerás stoppot meghosszabbítják. Hozzátette, a kamastop december 31-én járna le, de a kormány szándéka, hogy azt is fél évvel meghosszabbítsa. Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a cél az, hogy a háború és a szankciók végeztével rohamosan csökkenjenek az árak. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter arról beszélt, a vállalkozások is komoly bajban vannak, ezért a kis és középvállalkozásokat is meg kell védeni. A kormány ennek érdekében elfogadta az energiaintenzív KKV-kat támogató programot, amely október 1 indul. Mindemellett elindul a hatósági áras tűzifa program, már lehet jelentkezni a vásárlási szándékkal az erdőgazdaságoknál. Az igényt személyesen telefonon és e-mailben is lehet jelezni. A kormány ezzel újabb rendkívüli intézkedést tesz az elhibázott brüsszeli szankciók okozta energia és gázválság ellensúlyozására és a magyar családok rezsicsökkentésére. A lakosság így maximált áron juthat tűzifához, és sok családban kiválthatják vele akár a gázfűtést is, közölte Nagy István agrárminiszter. Az állami erdőgazdaságoknál megtermelt tűzifa egységes áron vásárolható meg, háztartásonként legfeljebb 10 erdei köbméter mennyiségben az ország 152 értékesítési pontján.